Ebben a videóban a magyar nyelv eredetéről és a rokonságáról fogunk beszélni, hogy tulajdonképpen hol helyezkedik el a magyar nyelv az európai nyelvcsaládokon belül, és hogy milyen rokon nyelvek vannak Európában. Ehhez először is meg kell alapítanunk a nyelvrokonságnak a fogalmát. A nyelvrokonsággal egészen sokáig nem is foglalkoztak, csak a 18. század második felétől kezdett el fellendülni a tudományos kutatás. És a nyelvrokonság fogalma nagyjából azt jelenti, hogy akkor van a két nyelv között rokonság, hogyha alapszókincsükben is, grammatikájukban is és a hangtani jelenségekben is hasonlítanak egymásra. Azonban fontos megjegyezni, hogy ez nem elég, hogyha találunk két hasonló szót két nyelvben, ugyanis csak akkor lehet ez a nyelvrokonságnak a bizonyítéka, hogyha rendszeres megfeleléseket találunk. Tehát például felfedezhetünk olyan hangtani megfeleléseket, hogy mondjuk minden V betűből F lesz egy másik nyelvben, és akkor ezek rendszeres megfelelések, és ez így már a nyelvrokonság bizonyítékának számít. A nyelvrokonság az gyakran nem jelent néprokonságot, tehát attól, hogy két néprokon, attól még nem biztos, hogy a nyelvük is rokon egymással. És a nyelvrokonság vizsgálatában nem csak a nyelvészet, hanem a társtudományok is segítségünkre lehetnek, például a régészet, a növényföldrajz vagy az antropológia. Tehát a nyelvrokonság tulajdonképpen az egy nyelvcsaládba tartozó nyelveknek a közös vonásait kutatja a két-két nyelv között. Ezeken belül nyelvcsaládokat különíthetünk el a nyelvrokonok között. Körülbelül 3000 vagy 8000 nyelv van a világon. Ezt azért ilyen nehéz megállapítani, mert sok nyelvváltozatról nem is tudják eldönteni, hogy most önálló nyelvként kezeljék-e őket, vagy pedig tulajdonképpen nyelvjárásként, egy nyelvváltozatként. Erre a legjobb módszer az, hogy tulajdonképpen ezt nem a nyelvészek döntik el, hanem az adott nyelvbeszélői, és ők azt állítják magukról, hogy ők például a portugál nyelvnek egy nyelvjárását beszélik, akkor azt úgy kell kezelnünk egy nyelvjárásként. Tehát ez nem a nyelvészek feladata az, hogy ezt eldöntsék. A nyelvcsaládok a világon az indoeurópai nyelvcsalád, az uráli, a sími-hámi, a kaukázusi, az altái, a koreai és a sino-tibeti. A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, az uráli nyelvcsaládba. Itt láthatjuk ezen a szép kis családfán, hogy az uráli alapnyelvvel kezdődött el tulajdonképpen a nyelvünk kialakulása, amely még az időszámításunk előtti 3000. évben kezdődött, és ez vált ketté a finnugor, illetve a szamoéd alapnyelvre, és ugye a magyar nyelv az a finnugor ágon belül van. Ez a finnugor alapnyelv, ez megvolt körülbelül időszámításunk előtt 2000-ig, és ekkor újra ketté vált a finpermi alapnyelvre, illetve az ugor alapnyelvre. És az ugor alapnyelv is használatban volt körülbelül időszámításunk előtt 500-ig, majd ez újra ketté vált, és ebből alakult ki az ős magyar, amiből később a magyar kialakult, illetve az ősobi ugor nyelv, ami aztán később megint ketté vált, és kialakult a mansi, illetve a hanti nyelv, amit vogulnak és osztjáknak is neveznek, és ezek a legközelebbi nyelvrokonaink tulajdonképpen Európában. De ugye mivel a másik ág is kivált a finnugor alapnyelvből, a finpermi alapnyelv, ami időszámításunk előtt 1500-ig volt használatban, mielőtt megint ketté vált volna, és kialakult volna a finn-volgai alapnyelv, ami időszámításunk előtt 1000-ig volt használatban, majd aztán ez négy felé vált. És az egyik ilyen ágon alakult ki a balti finn alapnyelv, ami az időszámításunk szerinti 100. évig volt körülbelül használatban. És ezekből alakult ki a finn és az észt nyelv, melyek a legnagyobb számú nyelvrokonaink Európában. A nyelvrokonságról ugye már beszéltünk, hogy nehéz vizsgálni, és hogy nem elég, hogyha csak egy-egy szó vagy egy-egy hang hasonlít két nyelvben, hanem különböző bizonyítékokat kell ezekre a nyelvrokonságokra találni. Ugye ez nehéz feladat, hiszen tulajdonképpen több ezer éve távol élő nyelvek között kell bizonyítani ezt a nyelvrokonságot. És erre kidolgoztak egy tudományos eljárást, amit nyelvrokonításnak hívnak, és ezen belül a szabályos hangmegfeleléseket vizsgálják, illetve az, hogy az alapszókincs mennyire közös, mennyire vannak
meg egy-egy adott nyelvben szavak a közös alapszókincsből, illetve hogy a rokon szavak jelentésköre az mennyire egyezik meg az adott nyelvekben, illetve hogy a nyelvtani eszközkészlet, ugye a grammatika mennyire hasonló a nyelvekben. Illetve itt is segítségül hívják az egyéb segédtudományokat, nem csak a nyelvészetet. Ilyenek ugye a régészet, az antropológia, a néprajz, vagy akár a népmesékben is találhatunk bizonyítékot ilyenekre. Ugye meg az uráli őshaza. Ennek a kérdése máig vitatott a tudományban, tehát nem tudjuk, hogy az őseink tulajdonképpen hol telepedtek le először. Sokáig közismert álláspont volt az, hogy az uráli népek a Volga-kanyar és az Ural között éltek, tehát Európában. Azonban újabb kutatások, melyekben a fenyőfélék nevei alapján következtetek erre, az uráli őshazát a Közép-Uráltól északra állapították meg, tehát Nyugat-Szibériában, ami Ázsiában van. Ugye említettük már a családfánál is, hogy a legközelebbi rokonaink az obi-ugorok, akik közül a vogulok az Ob alsó folyásánál és az Urálnál élnek, és körülbelül 8000 főt számlálnak, illetve az osztyákok, akik az Obnak a keleti oldalán élnek, és körülbelül 22000 főt számlálnak. És a két legnagyobb lélekszámú rokonnyelvünk ugye a finn, akik 4,5 millióan vannak körülbelül, illetve az észt, akik 1 millióan. De az uráli népek, hogyha a teljes nyelvcsaládot nézzük, akkor körülbelül ilyen 23-24 millióan lehetnek. Tehát említettük, hogy a nyelvrokonságok vizsgálatánál a szabályos hangmegfeleléseket kell keresni, és tulajdonképpen ezek az ősi örökségből megmaradt szavakban történt szabályos eltéréseket és különbségeket vizsgálják. És hogyha ez a változás, ez minden esetben azonos, akkor ez szabályszerűen történik, és csak ekkor számít a nyelvrokonság bizonyítékának. Tehát például a magyar szókezdő F-ből a finnben P lesz. Tehát például a fazék, az náluk úgy hangzik, hogy pota, illetve a fa a vogul nyelvben pa. Ugyanúgy a szó elejé, a magyar szó elejé H-ból a finnben K lesz, és ezek szabályszerű változások, tehát ezért számítanak a nyelvrokonság bizonyítékának, mert nem csak egy-egy szópárban történnek meg, hanem többször is nyomon követhető a nyelvben. Bizonyítéka még ugye a nyelvrokonságnak az, hogy az alapszókincsből hány közös szavuk van, és a magyar nyelvben körülbelül 700-800 olyan szó van, amely ebből a közös finnugor alapszókincsből származik. Vannak névmásaink, például a te, az innen származik. Az egyszerű számok között is találhatunk ilyeneket, például a magyar két, az osztjákul kátnak hangzik, illetve a testrészek nevei között is felfedezhetünk ilyeneket, például a szemszó osztjákul szém, illetve a rokonság nevekben is, a fiú ugyanis pojka finnül, és itt érdekességként el lehet mondani azt is, hogy például a svéd nyelvben is pojke a fiú, azonban a svéd és a magyar nyelv mégsem rokonok egymással, mert nem lehet ilyen szabályos megfeleléseket találni közöttük, mint a finnel például. Illetve a természeti jelenségekben is vannak ilyen közös szavak, például a tél, és ezek az alapnyelvi szavak, melyek bekerültek a nyelvbe, ezek általában egyszerűek és rövidek, tehát tulajdonképpen ilyen egy-két szótagból állnak összesen. Bizonyítéka még a nyelvrokonságnak, hogyha a nyelvtani szerkezete is hasonló az adott nyelveknek. Itt el lehet mondani, hogy minden rokon nyelvünk ugyanúgy agglutináló, tehát ragasztó nyelv, mint a magyar. És minden rokon nyelvben a birtokos személlyel kifejezzük a birtokot is, és a birtokos számát is. Tehát például, ha azt mondom, hogy atyám, akkor tudjuk, hogy egy atyám van, és az enyém, és én is egyedül vagyok, és ez a többi nyelvben is így van. Illetve a határozó rendszerünkre jellemző az irányhármasság, tehát az, hogy úgy osztjuk fel a világot, hogy honnan, hol és hová megyünk, és ez a határozó rendszerben is megjelenik. Illetve a jelző és a jelzett sorrendje is ugyanaz ezekben a nyelvekben, tehát a jelzett szó áll hátul, és a jelző áll elől, mert azt mondjuk, hogy a piros alma, és nem pedig fordítva, mint például, ahogy a neolatin nyelvekben, például a spanyolban történik. A többes számjele a K, ez is tulajdonképpen az összes finnugor nyelvben így van, illetve a középfokjele a két B betű, és ez is a többi finnugor nyelvben is így van, tehát ez finnugor elemekből származik tulajdonképpen ezek a toldalékok.
Köszönöm a figyelmet!